meg is érkeztek az első vendégek, mégpedig Csíkszépvízről, Gábor Zoltán plébános, dicsértessék a Jézus Krisztus, illetve Ince Sándor, aki a kántor Csíkszépvízen. Jó reggelt! Szeretettel köszönjük Önöket! Azt kell tudni, hogy Önök voltak azok, akik 400 emberrel elmentek a tavaly Rómába. Tavaly Önök mentek a Szentatyához, most a Szentatya jött Önökhöz. Milyen élmény, milyen érzés volt részt venni, mert gondolom ott voltak a szombati szentmisén. Hát csodálatos volt, nem is gondoltuk, hogy ilyen gyorsan el fog jönni a Szentatya, mi is hívtuk, nagyobbak is hívták természetesen, és nagyon gyorsan eljött, de csodálatos volt. Az a százezernél több ember, abban az esőben olyan fegyelmezetten várakozott. De annak volt egy hangulata, annak az egész ott állásnak. Egy idő után már a testnek a kigőzölgése, a bizonyos ugye, esőtartók, meg hát esőköpenyek alatt az ember egy olyan bizonyos testi duncba kerül, és egy idő után kezdesz fázni, mindenki rázta magát, ugrándozott, jött, ment, de azért fegyelmezetten várakoztunk. Amire megjött a Szentatya, elállt az eső, és csodálatosan nem zavarta semmi a szent liturgiát. És az a 400 ember, aki annak idején a Vatikánban Önökkel volt, most ugyanígy együtt zarándokolt így a csíksomlyói nyerekhez? Nem együtt zarándokoltunk, mert ez 22 faluból, helységből jött össze az a 400 énekes. De Csíkszépvíz térségéből? Igen, mind Felcsík térségéből jöttek, és azoknak nagy része ott volt, meg vagyok győződve, csak mindenki a saját falujával, saját népével volt együtt. Mi a szépvíziekkel voltunk, kórustagokkal, meg másokkal együtt. Gyalog mentünk, és gyalog jöttünk vissza. Oda-vissza az 24 kilométer. Ez edzetteknek egy könnyű séta, de aki ritkán jár, annak bizony nehézséget is okozhat. A tavalyi látogatáson nagyon szép volt, láttuk felvételeken, ahogy együtt énekelt az a 400 ember is, hát mind székelyruhában voltak. Miért nem ragaszkodtak ahhoz, hogy együtt legyenek most is? Hát a szervezéssel kapcsolatosan, illetve az énekléssel kapcsolatosan, amikor bejelentettük itt az elnök úrra, Bulbo Csaba elnök úrra, hogy a Szentatya hozzánk látogat az idén, akkor én tettem egy könnyelmű ígéretet, hogy ha kell, akkor ezzel is fogunk énekelni. Utána természetesen, hogy az érsek úr, illetve az egyházmegy előjárói különböző csoportokat állítottak a szervezés élére, így például a liturgiáját is, és a liturgikus bizottság, illetve a liturgikus bizottságban résztvevő plébánosok, illetve Erik atyáik és a csíksomlyói kántor Bíró Jánosék úgy döntöttek, hogy a somlyói kórus énekeljen, ugyanis, hogyha ezzel énekeltünk volna, vagy több százan énekeltünk volna, akkor hatalmasabb oltárt kellett volna építeni, mint a hármas halom oltár. És éppen hányszűke véget is történt az a döntés, hogy csak a somlyói kórus énekel, és az elképzelés az úgy volt, hogy minden kórus, ahova be volt regisztrálva, például a Csíkszépvízekről a 8-as szektorban foglaltunk helyet, a kórus középen volt, és onnan énekeltünk, és ez volt a terv, hogy minden közösség közepén állnak a kórusok, és azok énekelnek, így egy lánc reakciót beindítva, hogy az egész nyereg, illetve az egész tömeg bekapcsolódjon az éneklésbe. Tehát nem az volt a cél, hogy egy kórust, vagy egy nagy kórus, egy egyesített kórus énekeljen, hanem az, hogy az egész tömeg énekeljen, és ezt így próbáltuk megoldani, hogy mindenki a saját közösségükbe énekel, és így bekapcsolódva egy ilyen lánc reakció, egy ilyen közös éneklés lett. Ezt is sokkal nehezebb irányítani. Kialakult a közös éneklés? Úgy gondolom, hogy valamennyire kialakult. Érdekes mindenféle szempontból, hogy ezt hogyan lehetett volna esetleg még jobban csinálni, de úgy gondolom, hogy akik ott voltak, és ahogy énekeltek, nagy lelkesedéssel énekeltek, hát nem hiába, a Szentatya az élő Ferenc pápa hozzánk látogatott, nagyon nagy lelkesedés volt. Így jött össze, de viszont azt tükröződött, ami valójában a csíksomlyói pünkösdi búcsón van. Akkor is a csíksomlyói két templom kórusa énekel, és tulajdonképpen azt mutattuk, ami nálunk van.
énekel egy kórus, és ennek is az a feladata, mondom, hogy az embereket ösztönözze arra, hogy belekapcsolódjanak. Már Székelyföldön azt tudjuk, hogy természetesen a templomaikban, hogy a kantor, a kórus vezetésével a teljes tömeg, a teljes templomban lévő emberek vagy közösség bekapcsolódik az éneklésben. Más élmény volt ott találkozni Ferenc pápával, mint az itteni búcsú? Az itteni Szent Mise? Hát volt különbség, mert ott személyesen kezet is fogtunk, átadtuk neki azt az albumot, ami tartalmazta 22 falunak a tájait, tájegységeit, templomait, bizonyos népességet is. Ezt átadhattuk személyesen, 2,5 percet tudtunk vele beszélni. Angolul beszélt az elnök úr, Borboly Csaba, én olaszul és latinul mondogattam neki, de kedvesen fogadta. Átvették az albumot, ami egy ilyen nagy formátumú, és az valahol a Vatikáni Múzeumban biztos megőrzik. Tehát egy maradandó emléket. Visszatérnék a kezdetekre. Többször gondolkodtam, hogy ki is lehetett ennek egy fő-fő mozgatója, hogy a pápa úr végül is eljött hozzánk. 2 évvel ezelőtt, és ezt nem akarom kihagyni, mert ezt még senki nem mondta, 2 évvel ezelőtt Berszán Lajos atya meghívta a gyímesi kicsengetésre a Buendía Miguel pápai nunciust, aki a pápának a nagykövete Bukarestben. El is jött a nuncius úr, madridi születésű, nagyon közvetlen, én is ott voltam a kicsengetésen, megismerkedtem vele, és láttam, hogy minden osztályjal külön felvételt csinált, odaállt, fotózott, ő is fotózta a bejövő lovagló diákokat, meg a szekerek, ahogy mentek. És akkor vettem magamnak a bátorságot, és meghívtam, hogy 18-ban jöjjön el Szépvízre a búcsunkra misézni, és prédikáljon is. Azt mondta, választ akkor adok, ha hazamegyek, és megnézem a programfüzetemet. Egy hét múlva válaszolt, jövök. És jött. Hát mi lovas bandériummal, élő zenekarral, énekesekkel fogadtuk a főtéren, felültettük a hintóba. Nagyon élvezte, spanyol ember. Még azt is megkérdeztem, volt-e valaha bika viadalom? Azt mondja, 2-szer is voltam fiatal koromban. Na hát az ő szava döntő volt ebben az esetben, mert nem csak nálunk volt búcsón, következő alkalommal meghívta Zetelaki plébános is. A búcsújára ott is látta nagy magyar tömeget. Azután Gyergyószent Miklósra is meghívták az örvény búcsúra, ott is hasonló magyar tömeget, és ő ezt informálta, mert őt kérdezik meg elsősorban ezekről a belső dolgokról, intim dolgokról. A pápa nála szállt meg például az ő palotájában Bukarestre. Akkor mondhatni, hogy ezek úgy egyfajta előkészítő látogatások igen, voltak a most szombati szentmiséhez. Igen, igen. Mondhatni. Mit mondott önöknek a pápa? Mi az a legfontosabb gondolat, amivel úgy gondolják, hogy maradnak ezután a látogatás után? A legfontosabb üzenet. Aki akar, válaszolja. Nagyon örvendtem annak, tehát természetes, hogy a Szent Atya eljött hozzánk. A homiliáját, amikor megkezdtem, személy szerint az ragadott meg, amit nagyon sokszor az érsek úr a pünkösdi búcsúnak a bevezetőjében szokott hangsúlyozni, hogy tartsd meg Isten népünket őseink szent hitében, és a Szent Atya is az első mondatokban ezt hangsúlyozta, hogy itt ezen az ősi földön, ahol a hitet és a vallást megtartottátok, és ahol el szoktatok zarándokolni. Tehát ez ösztönözött bennünket arra, és ez az, amire vágytunk tulajdonképpen a lelkiekben. A lelkiekben megerősítsen, és ösztönözön és bátorítson, illetve buzdítson minket arra, hogy továbbra is a szent hitünkben megtartsunk, és ugyanúgy római katolikusként Mária tisztelő székelyek maradjunk. Emlegette az erdélyi magyarokat, románokat együttesen, úgyhogy ő azért tudta, hogy mit kell mondania, és nagyon szépen mondta. Az a 7 perces beszéd az egy-egy klasszikus beszéd volt. Azután még lett 7 perc, így lett 21 ugye a fordításokkal együtt, de ő 7 percet beszélt, de az gyönyörű volt. Minden volt benne, minden. Az egymás elviselése, stb. A kontrasztok kiegyenlítése, stb. Ügyes. Elsősorban Sándort kérdezném, biztos dolgozol, inkább többségében fiatalokkal dolgozol. Ők felfogják, értik, tudják, hogy miből áll az, hogy a pápa ide látogatott Síksomjóra?
Úgy gondolom, akár a fiatalokkal kapcsolatosan, vagy bármilyen kurhatállal kapcsolatosan, az egész pápa látogatásnak a szervezésével kapcsolatosan, hogy önök mind a médiában szereplők nagyon jól tudják, hogy rengeteg negatív propaganda, illetve cikk jelent meg, ami volt, akiket nagyon eltántorított. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy azok, akik most azokról beszélek, akiket mi képviselünk, legalábbis a szépízieket, illetve akár azt a 400 kórustagot, aki a tavalyi zarándulaton részt vett, ők tudták, hogy mi az, hogy hozzánk álljon a Szent Atya, és azért is tudták, mert a Szent Péter téren, ugye, amikor ott voltunk, akkor láttak, hogy milyen a biztonság, milyen az, hogy egyszerűen bejutni a Szent Péter térre, vagy az, hogy az első sorokban lenni, mit jelent az, hogy ott lenni, és ezek a személyek biztos vagyok benne, hogy felfogták azt, hogy mit jelent az, hogy hozzánk megtisztelt minket a Szent Atya azzal, hogy állátogatott Székelyföldre is. Nagyon remélem szempontból számunkra, és bízom benne, hogy minden fiatalban ez tudatosult is. Nagyon remélem volt számunkra az, amikor megtudtuk, hogy Romániában álljon, azt meg is ígérte a Szent Atya akkor, amikor ott voltunk a protokoll személyeknél, és személyesen beszéltünk vele, hogy fogok jönni. Azt hallottuk, hogy fog jönni Romániában, de abban nem voltunk biztos, hogy Székelyföldre, Csíksomlyóra is el fog látogatni. Utána az Adliminál, amikor kint volt az érsekkor és a segédpüspök atya, a segédpüspök atyával beszéltünk utána pont itt a megyeházán, és ő mondta, hogy szeretne eljönni. És állítólag ez meg nem erősített információ, hogy amikor ismételten kint volt a miniszterelnök asszony, a híres Döncsilla asszony, hogy a Szent Atya azt mondta, hogy eljövök Romániában, de akkor jövök el, hogyha eljátik Székelyföldre is. És ennek nagyon-nagyon örvendünk, hogy végül is ez beteljesedett, és nem csak Bukarestet, a fővárost látogatta meg, hanem 20 év után, hogy az érsek atya is a köszöntőjében, amikor megköszönte a Szent Atyának, hogy 20 év után eljött hozzánk is, és Szent második János Pál pápának az ígéretét Ferenc Szent Atyának teljesítette. Köszönjük szépen a beszélgetést, köszönjük, hogy itt voltak velünk.